Ez a videó internetes tartalmakhoz fűzött kommentek szöveghű felhasználásával készült. A hozzászólásokat azonban már mi helyeztük egy meghatározott sorrendbe. Jaj, de Ari! Annyira édes, hogy elolvadok. Hallod, adom a kislányt. Ennivaló. Nagyon cukor. Figyú, nagyon édes. Egyem meg. Megzabálom. Cukiság fog 200%. Igazi tündérke. Fantasztikus kis bogyó. Szánalmas. Köszönöm, hogy megosztottad a történeteteket. Szió! Nekünk is hasonlóan telik el egy nap, csak mi 1 évesek vagyunk. Mi meg 6 hónaposak. Mi 8 hónaposak vagyunk, és már 4 fogunk is kint van. És mind a 4 alul és baloldalt. Az én unoka Hugicám 17 hónapos lesz, 2 hét és 3 nap múlva. Az én kis Baláskám imádja a sütőtököt. Biztos nagyon jó érzés lehet. Annyira jó nézni, hogy milyen szeretettel nézel a babádra. Sose kommentelek, de ez a téma mindig megindít. Megkérdezhetem, hogy hány kiló a kicsi? Megmondanád, hogy a videón milyen cipő van rajtad pontosan? És miért van a picin az a bukós isak lefekvéskor? A hátán alszik, és nem akarjuk, hogy lapos legyen hátul a fejecskéje. És így a rácsos ágy rácsai közé se szorul be. Egyébként kényelmes, belül ki lesz bélelve. Jó, de mi van, ha a lába szorul be a rácsok közé? Lehet kapni ilyen rácsvédő szövetet. Tehát a rács megvédi őt a kieséstől. A rácsvédő pedig megvédi őt a rácstól. A nyálladzástól piros foltok lesznek a szája alatt. Mivel kenjem? Nálam a Nifimox krém vált be, de azt már nem lehet kapni sehol. Orbánc fűteát ne adj neki! Ne kamillával mosd az arcát, és 1000 jó fű kivonattal se. Fáj a torkom, de szoptatok. Milyen orvosságot javasoltak? Nekem meg kijöttek ilyen pöttyök a vállamon. Nekem meg bedagadt a szemem. Nekem meg beszart a kávéfőzőm. Nekem nem voltak ilyenek a szoptatás alatt. Na most akkor javasol neki valaki valamit, vagy nem? Szerintem olyan gyógyszert vegyél, ami szoptatás alatt is használható. Attól nem lesz baja a picinek. Szerintem is. A szex az, ami segít. Ráérős, nyugodt hétvége lett volna. De a gyerekek egy nagyon sűrű, idegörlő péntek után, szombaton hajnali 4:30-kor az ébresztő órával játszottak. Pelenkás, jó reggelt! Pihenésképpen végre leülnék nyugodtan dohányozni, erre odajön a kislányom, rám mászik, nekem meg az ég felé kinyújtott kezemben van a cigi. Ide-oda lendítem a karomat, hogy ne érje őt a füst, és ha beleszívok a cigibe, szinte kicsavarom a fejemet, és a füstöt úgy fújom ki, hogy a hátam mögé nézek, közben ott van az arca a hamutartó mellett. Halli! Baba mama jóga! A babócám 4 éves és végig nevette a tornámat. Én is szoktam tornázni vele. Csak nagyon csúszkál a polifóm alattam. Van erre valami tippje valakinek? Megpróbálhatod esetleg megfordítani. Csajok, majd gátizom erősítés vagy hordozós babamama torna is lehetne, ha van rá igény. És gyertek a mesekuckóra is. Csajok, találkozunk garázsvásárban. Lányok! Aprók táncháza lesz szombat délelőtt. Jöttök? A gyerkőcök már nagyon várják. Jön az egész csipet csapat. Baba masszázs. Babás szelfik versenye. Figyelem, unatkozó fáradt anyuka vagyok. Társat keresek, akivel néha jól be lehet piálni. Én jó vagyok. Hogy ilyen fiatalon szültél? Hogy ilyen későn szültél? És mikorra tervezitek a másodikat? És mikor jön a harmadik? Miért nem vágjátok le a kisfiú haját? Buzinak nevelitek? Rákóczinak élete végéig válligérő hosszú haja volt. És lám, mennyi utca van róla elnevezve. És miért nem mondtátok meg neki, hogy egy fiú nem sír? Angol kutatások szerint, ha nem folytjuk el, hanem kiéljük és fölengedjük a felszínre az érzelmeinket, akkor tovább élünk. Ezért élnek tovább a nők, mint a férfiak. Akkor is a hagyományos nemi szerepekre kell nevelni a csöpséget. Különben hová jutunk? A 10 millió buzerás országa leszünk? Már így is túl sok a homokozó. Sok geci. Sziasztok, apukák!
Nagyon örülök nektek, mert az örökbefogadók között is ritka, akik ennyire képben vannak. Igazi üdítő kivétel vagytok. És egy nagyon édes család így négyen. Jó, hogy rátok találtam. Jó látni, hogy nem vagyok egyedül. Figyi! Azon a videón amúgy ő a te lányod? A lányunk másfél éves korában vált örökbeadhatóvá, mert addig látogatták a szülei. Több mint egy év ment el utána az életéből azzal, hogy három házaspárnak is bemutatták. Mindhárom nemet mondott rá, vélhetően az erős roma rassz jegyei miatt. Pár hét hiány három éves volt, amikor hazavittük. Az ügyintéző azt mondta nekem, ha mi is nemet mondtunk volna rá, akkor külföldi örökbefogadókhoz került volna, mint a bátyja. Nekünk eszünk ágában sem volt nemet mondani. Gyönyörű, csodálatos, okos kislány. Az életünk fénysugara. Nagyon boldog vagyok, hogy családunkba érkezett ez a gyönyörű baba, és szerető nagypapája lehetek. A lányomra pedig büszke vagyok. Büszke vagyok a kisbaba mindkét anyukájára. A család az család. A gyerek az gyerek. Ja, és ne felejts el feliratkozni!